Megtelt a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház gyermekekkel, családokkal, segítő szándékú emberekkel vasárnap. Az adományozást egy kislánynak szervezték, akinél tavaly januárban rossz indulatú lágyrész daganatot diagnosztizáltak. 2 éves, Millának hívják, és hát most még folytatódik neki ugye a gyógykezelése, úgyhogy folyamatosan kezeléseket kap. Bízunk benne, hogy mindig jobb lesz, úgyhogy most ezt az eseményt ezért hoztuk létre, hogy kicsit tudjuk őket támogatni, ugye a családot, és tudjuk nekik picit segíteni. A Megadance táncosai is felléptek a jótékonysági süteményvásáron. Az idén 25 éves tánccsoport tagjai szívesen érkeztek szórakoztatni a közönséget a jó ügy érdekében. Az ember egy nehéz helyzetben képes arra, hogy mosolyogjon, vagy legalább időnként mosolyt tudnak csalni az arcára, az egy fontos pillanat és egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy ezért a Jézus Krisztus Szupersztártól elkezdve a hip-hop koreográfián keresztül a Fame című musicalből is hoztunk koreográfiát. A kezdeményezés mellé állt Váradi Eszter Sára színművész is, aki slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Fantasztikus emberek vannak, tehát engem mindig örömmel tölt, amikor rájövök arra, hogy az embereknek csak kell egy ilyen kis indítatás, az, hogy eljusson hozzájuk, hogy miben lehet energiát tenni, és akkor ők jönnek és segítenek. Úgyhogy itt akik süteményeket ajánlottak föl, különböző kis képzőművészeti alkotásokat, kézműves dolgokat, én azt gondolom, hogy ők is ugyanúgy kivették a részüket ebből. Az adományokért cserébe süteményt, horgoltermékeket, festményeket kaptak a támogatók, de volt arcfestés és Andi Bohóc is hajtogatott lufikat a kicsiknek és nagyobbaknak. A gyűjtés folytatódik. Az itt látható számlaszámra lehet utalni, de popsitörlővel, pelenkával, tartós élelmiszerrel is lehet támogatni Millát és családját. A felajánlásokat Gáspár Tóth Katalinnal a közösségi oldalán egyeztetve lehet eljuttatni a családhoz.